Szerbusztok, ma egy picit kalandozunk, hogy a legutóbbi óráinkon sort kerítettünk Angliára és Franciaországra, és megnéztük, hogy ott hogyan alakul az uralkodók és a társadalmuk közötti viszony, milyen társadalmi és gazdasági berendezkedések jönnek létre. Most két másik országgal fogunk foglalkozni, és pedig Lengyelországgal és Oroszországgal. Most szándékosan így itt lesznek majd változások a nevekben, de egyszerűbb most egyelőre így hívnom őket. Jó, itt pedig egy korabeli 16.-17. századi lengyel lovasokat láthattok. Itt van nagyon érdekes szárnyas huszárok voltak talán a leghíresebbek közöttük. És akkor térjünk is hát tényleg a lengyelekre. A lengyeleknek a sorsát, a lengyel királyságnak a sorsát két nagyon fontos dolog fogja meghatározni a korban. A gazdaság, illetve úgy a földrajzi elhelyezkedésük, amit látjátok, hogy nem egy pici országról van szó, ha megnézitek a térképet. Tehát a lengyel királyság egyébként azért hatalmas a korszakban, és azért ilyen nagy, mert a Jagellók révén egyesült ugye Litvániával, az északi tücsök, ha nem is tücsök, az északi púp, az gyakorlatilag a litván területek. Tehát mondhatni, hogy Közép-Kelet-Európában egy földrajzilag és politikailag is egy elég hatalmas, erős ország volt. És ez az ország az úgynevezett kontinentális munkamegosztásból, amit már tanultatok velem, hogy nyugaton zajlott a manufaktúrák építése és a háromszög kereskedelem Amerikával és Afrikával, jobbágyok, városba költözése, felszabadítása, iparra fogása. Ugye ez keleten pont máshogy működött, mert keleten meg gabonát állítottak elő, és Lengyelországban nagyon jó sok gabona terem, amit kiválóan tudtak nyugaton eladni. Tehát mondhatni, hogy Lengyelország az összes gabonáját el tudja adni nyugaton, és ebből nagyon profitál az ország, de nem is mondanám úgy, hogy az ország, hanem inkább lengyel nemesség. Tehát a lengyel arisztokrácia, ami nagyon számszerűleg is nagyon erős, tehát Lengyelországban kb. 10% a nemesség aránya, ez magasnak mondható, tehát az minden tizedik ember nemes. Ergo, ő maga nem dolgozik és nem fizet adót, viszont vannak jobbágyai. Ez a nemesség egyre nagyobb vagyonra és befolyásra tesz szert, mégpedig úgy, hogy ahelyett, hogy a jobbágyakat felszabadítanák, inkább a saját kezelésükben lévő, saját nemesi birtokukon próbálják őket minél többet robotoltatni, tehát megnövelik a jobbágyi ingyen munka robotnak az arányát, és meg is tiltják a jobbágyoknak azt, hogy költözzenek, tehát röghöz kötik a jobbágyaikat. Tehát ez ahelyett, hogy a társadalom szabadabbá, mobilabbá válna, mint például Angliában, itt egy ilyen visszalépés következik be, tehát egy lépést vissza a középkor felé, csak hogy a nemesség még több pénzt tudjon összeharácsolni. Ez a nemesség, aki egyre gazdagabb lesz, ugye nyilván azt jelenti, hogy a királlyal szemben is egyre jobban tudja a érdekeit képviselni, és amikor kihal a Jagellók dinasztiája 1572-ben, olyannyira megnő a lengyel nemesség befolyása, hogy a fene többet nyomtam. Mindegy, ezt már nézzétek meg ezt a forrás, légy szíves. Elmondom dióhéjban, mi volt benne. A lengyel nemesség határozatot hoz arról, hogy egyrészt maga választhatja a királyát, és ha nem szimpatikus a királynak a politikája, vagy úgy érzik, hogy csorbítaná a rendi nemesi jogokat, akkor nem kötelesek engedelmességgel tartozni a királyuknak, és választhatnak egy újat. Több esetben is külföldre választanak királyt. Ilyen volt például a franciaországi Valois-házból származó Henrik, majd pedig érdekes módon a magyar, illetve erdélyi
fejedelem Báthori István, és lesz 10 évig a magyar király. Báthori amúgy elég, bocsánat, a lengyel király. Báthori amúgy elég eredményes lengyel király volt, próbált a török elleni harcra buzdítani, de ő se tudott úrrá lenni. Egyrészt ezen a lengyel megosztottságon, kettő meg a külpolitikai tényezőkön, ugyanis a környékbeli országok elég hamar felismerik majd, hogy ez a Lengyelország, ahol nincsen annyira erős királyhatalom, támadható lesz. Talán a legdurvább példája a lengyel működésképtelenségnek, vagy gyengeségnek az az, hogy a lengyel rendi gyűlés, azt hívjuk úgy, hogy Sejm, a Sejm hoz egy olyan törvényt, ez a liberum veto törvénye, hogy csak olyan törvényeket fogadnak el, amit mindenki elfogad. És egy valaki, egy nemes, egy küldött, egy valaki azt mondja, hogy én ezt megvétózom, tehát hogy a vétó mit jelent, nem fogadom el. Ha egy küldött megvétózza ezt a törvénytervezetet, akkor az a törvénytervezet kuka. Sőt, az aznap tárgyalt összes törvénytervezet is kuka. De gondolatjátok, hogy mennyire határozottan tudtak törvényeket hozni a lengyel rendi gyűlésben, nagyjából semennyire, mert mindig akadt valaki, aki ezt megvétózta. Így gyakorlatilag gyenge királyhatalom, széthúzó és saját érdekek után menő lengyel nemesség, mindenki kicsit a saját pecsenyét sütögeti. Ez szép lassan oda fog vezetni, hogy közben megfulladok, hogy erős irányítás híján ez a amúgy hatalmas és erős lengyel királyság sebezhető lesz. És ez meglátszik a külpolitikán is. Onnantól fogva, hogy csökken a lengyeleknek az ereje, ezért egy ilyen hatalmi vákuumot hoznak létre, tehát a környékbeli ellenlábasok vagy riválisok egyre inkább megpróbálnak lengyel területeket meghódítani, elfoglalni. Kik lesznek ezek? Az Oszmán Birodalom délről, tehát a lengyelek is elég sokat küzdöttek a oszmánokkal, illetve az oszmánok szövetségében lévő tatárokkal, ugye ez itt a itt vannak a, ezek a kánságok, krími kánság, például a krími tatárokkal elég sok bajuk volt a lengyeleknek, meg hát magukkal a törökökkel is, de új riválisokként jelentkezik a szárnyai bontogató és elég erős hadsereget felvonultató protestáns svéd királyság, vagy pedig a következő leckében tárgyalt Oroszország. Tehát itt komoly ellenállások lesznek majd, és ezek folyamatosan megpróbálják majd a lengyeleket háttérbe szorítani, és tőlük területeket elfoglalni. Igen, fontos dolog még a lengyelekkel kapcsolatban az a vallás. Lengyelországot nem nagyon legyinti meg a reformáció szele, tehát meghatározó marad a katolicizmus, és ugye mai napig is Lengyelország egy eléggé katolikus ország. Na és akkor jöjjenek az oroszok. Ugye nagyon szeretem ezt a képet, azért tettem ki ilyen nagyba, hogy a negyedik retteget Ivánt láthatjuk. Ő a 16. századnak egy nagyon fontos uralkodója. Azért írtam két évszámot, mert három évesen lesz moszkvai nagyfejedelem, tehát ő moszkvai nagyfejedelemségnek az uralkodója. De 1547-ben ő felveszi a cári címet, tehát már nem nagyfejedelemnek hivatja magát, hanem cárnak. Ugye a cár az mit jelent? Császárt jelent oroszul, és ennek a névnek, nomen est omen, kétfajta üzenete is van. Egyrészt, most kicsit menjünk vissza, emlékeztek még a római birodalomra, hogy ugye az ketté oszlott, mert belőle Rómában egy nyugat-római birodalom, amit aztán próbáltak ugye a frankok feltámasztani, Nagy Károly birodalmát, vagy a német-római birodalom, és ugye a nyugat-római birodalomnak akart lenni az utódállama. És volt Bizánc, a kelet-római birodalom, ami ugye fokozatosan ugyan az oszmán és arab és oszmán terjeszkedés során veszít politikai súlyából, de egészen 1453-ig fennmarad, amikor a várossá zsugorodott Bizáncot elfoglalják az oszmánok, és gyakorlatilag megszűnik a
kelet-római birodalom, de az orosz uralkodóház, képzeljétek el, az utolsó bizánci császárral rokoni kapcsolatban volt házasságok révén. Ezért gondolja azt negyedik kivá, hogy ő a jogos örököse a kelet-római birodalomnak, és nem csak politikailag akar ő itt keleten egy nagy birodalmat létrehozni, hanem vallásilag is. Ugye a Bizánc volt korábban az ortodox kereszténységnek a központja, ezentúl Moszkva lesz az, ahogy láthatjátok, ugye a boldog vazul székes egyházat is ő építi, példájaként annak, ő építeti. Ékes példájaként annak, hogy Moszkva a keleti térség és a keleti ortodox kereszténység vezetőjeként kíván a következőkben létezni, és azzá akar válni. Iván nem csak címekben fejezi ki ezt a hódító törekvését, hanem háborúban is. Két irányban próbál támadni. Egyrészt a Kaszpi-tenger fele, ahol az Arany Horda ellen ér el sikereket. Tehát ugye a tatárok ellen. De nagyon fontos terjeszkedés irány a Baltikum fele, ugyanis negyedik évvel rájött arra, hogy hiába van egy hatalmas nagy szárazföldi állama, ha nincs kijutása a tengerhez. Tehát mindenképpen tengeri kijáratot akart szerezni az orosz birodalom számára, most már hívhatjuk ugye így. És Lengyelország ellen vív háborút ezügyben, ekkor neki ez még nem sikerül. Ugye a geopolitikai cél, mint mondottam, a tengeri kijárat megszerzése. Ugyanakkor sokkal eredményesebb Iván a Szibéria felé történő terjeszkedésben, mert felismeri azt, hogy keleten rengeteg terület van, amit ugye alacsony a népsűrűsége, hát különböző nomád és tatár törzsekkel kell megvívni, de sikeres expanzió indul el negyedik Iván alatt kelet irányba. Ezt láthatjátok, ez az egyen világosabb zöld területek. Tehát mondhatni azt tényleg, hogy nagyon sikeresen indul meg, és későbbiekben is az orosz cároknak ez, ilyen kötelező feladata lesz, hogy növeljék a területet keleti irányba, és mint tudjátok, a mai Oroszország is gyakorlatilag egészen a csendes óceánig húzódik. Iván politikailag és szervező tehetségét tekintve egy politikai lángelme, tehát egy nagyon tehetséges uralkodó, de ennek van egy árnyoldala is, elhatalmasodik rajta a paranoia, tehát folyamatosan attól rettek, hogy meg akarják ölni, ezért egy eléggé kemény, önkényuralmi, despotikus uralmat vezet be, tehát háttérbe szorítja a nemességet, sőt, rengeteg bojárt, tehát orosz főurakat hívjuk így, kivégeztet. És ugye egy ilyen felindulásában, amikor megrugdossa és megüti a terhes menyét, a védelmére, a hölgy védelmére kerül saját fiát, a trónörököst is úgy megüti egy vasúttal, hogy az belehal a sérülésébe. Ugyan második fia lesz utána az uralkodó, de mondhatni, hogy halála után több évtizedekig egy eléggé bonyolult ilyen trón harcokkal, trónutódlási problémákkal teli időszak fog következni. Na, még egy nagy uralkodó legyen ma, ez pedig hát bő 100 évvel később Nagy Péter, 1689-1715 között uralkodik. Mint láthatjátok, egész máshogy is néz ki, mint rettegett Iván. Iván halála után pár évtizeddel ki is hal a régebbi orosz cári ág, és egy új dinasztia, velük rokonságban áll, a Romanov dinasztia kerül az oroszok trónjára. A Romanovok ezután hát több mint 300 évig fognak, 1900-as évek elejéig fogják az orosz cári trónt melegíteni, és itt nekik Nagy Péter egy nagyon fontos uralkodójuk. Róla tudni kell azt, hogy áruhában sokat utazott Nyugat-Európában, néhol beállt hajóácsnak, beállt hétköznapi munkásnak, mindent magába szívott, hogy nézett ki Nyugat-Európa.
ugyanis neki az a célja volt, hogy Oroszország ebből a hát ilyen fél barbár keleti elmaradott országból egy nyugati fejlett hatalommá váljon, tehát Angliának, Franciaországnak, az Osztrák Császárságnak méltó partnere, vagy akár ellenfele legyen. Megtiltja például ezt a keleti viseletet, megtiltja a bojároknak, hogy hosszú szakállat viseljenek, ott láthattatok is egy képet, ahol éppen ő maga saját kezüleg vaktossa le nekik a szakállokat, de gyárakat alapít, tehát ipart fejleszt, állami manufaktúrákat hoz létre, könyveket nyomtat, újságokat ad ki, nyugati termékeket, ruhadarabokat hozott be, és nagyon fontos, hogy nyugati mintára kezdi el fejleszteni a hadsereget és a flottát is. Na és itt biztos találkoztok, mert hát a hadsereg az oké, tehát hogyan fejleszem flottát, amikor nincsen tengeri kijárata. Na és ez a másik célja Péternek bizony, hogy végre, ami negyedik Ivánnak sem sikerült, ő végre ki akarja juttatni az oroszokat a tengerhez. Ugye elég komoly háborút vív, ő nem a lengyelek ellen, hanem ugye a szintén ott területeket birtokló svédek ellen. Ez az északi háború, ez 21 évig tart nagyon sokáig. Váltakozó sikerrel folyik, de a poltavai csatában sikerül neki megsemmisítő vereséget mérni a svédekre, és az így kapott területeken, mindjárt mutatom a térképet is, elkezd egy, tehát egyrészt megszerzi a balti tengeri kijáratot, halleluja, tehát az oroszok kijuttak végre a vízhez, és ott Iziben el is kezd építeni egy új fővárost, tehát Moszkva helyett ő Szentpétervárt fogja megtenni fővárosnak. Láthatjátok, hogy ott nézegetik a tervrajzokat. Tehát egy ilyen mocsaras, régi halászfalú helyére ő egy nyugati mintára modern tervrajzok és modern város tervezés alapján létrehozott nagyon reprezentatív és nagyon szép fővárost tervez. Nekem is a nagy bakancs listámon van még, hogy egyszer eljussak oda. Ugyanakkor Péter másik irányba is próbál tengeri kijáratot szerezni. Mint szokták mondani, az embernek két órjuka van. Északon is akar levegőt venni, meg délen is. Tehát a Fekete-tengerhez is ki akar jutni. Itt pedig a Szent Liga oldalán, ezt majd tanulni fogjuk, a törökök ellen kell, hogy háborúzzon. És meg is szerzi Azovot, mutatom nektek, Azov ugye itt van, tehát sikerül neki egy ideig egyébként, mert később elveszíti ezeket a kikötőket, és kijutnia a Fekete-tengerhez, de ez továbbra is, az oroszoknak továbbra is a célja lesz az, hogy az Oszmán Birodalom rovására a Fekete-tenger és a Balkán irányába terjeszkedjenek. Tehát ez már most elkezdődik, gyerekek, jegyezzétek meg. Ez egy ilyen tartós, hatalmi orosz-török ellentét lesz, és egy háborúknak egy sorozata fogja majd ezt alátámasztani. A másik, amit mutatok nektek, ugye itt van a Balti-tengerhez való kijutás, tehát innen sikerült neki a svédeket kiebrudalnia, és gyakorlatilag megszerezni a Balti-tengeri kijáratot. Nagyon fontos, ha egy kicsit beszéljünk erről, hogy Péter sem volt egy könnyű személyiség. Tehát, hogy is mondjam, ilyen kettős értékelése van neki. Tehát ő például, ha nem is agyonverte, de a börtönbe vetette a saját fiát, aki ellentmondott neki. Tehát sokkal többre tartotta a fejlődést és a modernizációt, mint egy gyereket, aki nem ért egyet apja politikájával, és a cárevics az a börtönbeli kínzások áldozata lesz. De nagyon fontos Péternél, hogy ő ezt modernizációt, ami igazából szép és jó, hogy ipart hozott, felépített egy fővárost, kijuttatta az oroszokat a tengerhez, megforsított egy csomó nyugati vívmányt, mint például a naptárt, vagy újságokat, stb.
ezt úgy tette meg, hogy egyeduralkodóként, tehát nem a társadalommal egyetértésben, hanem felülről kényszerítette rá a társadalomra, és például Szentpétervár építése brutális emberáldozatokkal is járt, tehát nagyon sokan pusztulnak el a nélkülözések közepette, illetve országszerte is elég gyakoriak az éhínségek és a társadalom nélkülözése. És fontos még megtudni, hogy ugyan modernizál, de egy valamit nem modernizál, a társadalmat nem modernizál. Tehát ez a társadalom ugyanolyan feudális marad, mint volt, tehát egy jobb ágyok, például a manufaktúrák, a könyv is írja egy jó példa. A manufaktúrában nem felszabadított jobbágyok dolgoznak, mint új gyári munkások, mint például Angliában, hanem jobbágyok, akiknek megparancsolták, hogy na akkor most menjél be a gyárba, és most ne a földet túrt, hanem a manufaktúrában dolgoz. Viszont egy vitathatatlan érdeme van Péternek, az pedig az, hogy az orosz birodalom tényleg Európát, tehát be, hogy is mondjam, kinyitja az Európára nyíló ajtót, tehát az európai nagyhatalmi politikában is az oroszok fontos hatalmi tényezővé válnak innentől fogva. Csináltam nektek a végére egy pici összehasonlítást. Ugye beszéltünk már Angliáról, Franciaországról és Lengyelországról, meg az orosz birodalomról. És csináltam egy ilyen kis skálát, ami kicsit prezentálja azt, hogy hogyan is osztódnak különféle országokban a hatalom a király és a rendek között. Hogy a rendek azok micsoda? A főnemesség, köznemesség, Angliában például a polgárság, képviselői is ide tartoznak. Tehát a társadalom hatalommal bíró csoportjai között. Hogy emlékeztek, Angliában a királynak van egy ilyen reprezentatív funkciója, azért van még neki hatalma, de az angol alkotmányos monarchiában csodálatosan együttműködik az uralkodó és a parlament, tehát egy ilyen egyensúlyi állapot van, inkább a rendeki, a parlamenti, a hatalom, mint a királyi, és ez egy fejlett, demokratikusnak nevezhető modell. Franciáknál ugye beszéltünk arról, hogy a 14. Lajos abszolutizmusa idején azért a francia királynak sokkal több hatalom volt a kezében, mint az angol királynak. Ez viszont nem jelentette azt, hogy ő a társadalom meghallgatása nélkül kormányozott volna. Ugyan nem hívta össze a központi rendi gyűlést, de különböző politikai háttér alkuk és megegyezések közepette azért figyelembe vette a nemesség és a társadalom érdekeit. És ugye, ha a franciára mondjuk azt, hogy abszolutizmus, ami mint ugye előbb is mondtam, nem annyira abszolutizmus, csak a neve, az kismiska ahhoz képest, amit az orosz birodalomban műveltek Iván és Péter, ott gyakorlatilag tényleg a cár mondhatni, hogy egyeduralkodóként, despotaként kormányozta az országot. Szép ellenpéldája pedig ugye a lengyelek, ahol meg gyenge volt a király, tehát ez a másik ló túlsó oldala, és ott pedig annyira megerősödött a nemesség, hogy így szétszaladt úgymond a ménes, tehát nem sikerült erős központi hatalmat létrehozni. Ettől függetlenül a lengyeleket azt elfelejtettem mondani, azért teljesen még ne írjuk le, mert lesznek azért még Lengyelországnak dicső pillanatai az elkövetkezendő pár száz évben, de a tendencia tényleg a szegény lengyeleket inkább lefele viszi. Hú, és egy Ukrajnát nem mondtam, igen. Azt elfelejtettem mondani nektek, hogy a térképet majd nézzétek meg, hogy Lengyelország hogyan változik, jó? Tehát Lengyelország jóval kisebb lett, ha összehasonlítjátok majd a két térképet, mégpedig azért, mert a doni kozákok felkeltek, ez a mai Ukrajna területén van, a doni kozákok felkeltek a lengyelek ellen, és függetlenítették magukat, később pedig az orosz birodalom részévé váltak, tehát ők így úgymond gazdát cseréltek. Jó, ezt majd látni fogjátok. Na, ismétlő kérdések, és jó hétvégét, szervusztok!